Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. A mai napon egy pár haszit történetet át fogunk venni. Sajnos egy kicsivel rövidebb lesz a mai nap, de majd pótolunk a jövő héten. Ugye ezekben a napokban, pontosabban csütörtökön és pénteken, kezdődött az elül hónap, és ez egy különleges hónap a haszidoknál és a nem haszidoknál, csak a különbség az, hogy emlékszem, hogy amikor én 17 évesen mentem tanulni Izraelbe, Bnei Brakban, a Szlabadka jesivában. Szlabadka az egy litván jesiva. És ott volt az egyik ilyen felügyelő, nem igazán tanár, felügyelő, beszélt a fiúkkal, de hát főleg az volt a feladata, hogy gondoskodjon, mindenki ott legyen, és ha látja, hogy valaki lóg, szóljon neki, egy ilyen felügyelő. Az volt a nevet Palák. Jó? Palak volt a neve, akkor már is gyanús, hogy hiába litván jesiva, de ez úgy tűnik, mint a magyar lenne. És kiderült, hogy valójában ő a Erdélyből származik, még Erdélyben bármicsa korábban is egy-két évet járt ott jesivában, és utána jött Izraelben. No. Mindenképpen annak nagyon hálás vagyok az Istennek, hogy ő képes volt ilyen elég szigorúan kezelni, elég szigorúan fellépni különböző fiúk ellen, ha úgy gondolta, hogy a fiúk nem úgy járnak, nem úgy viselkednek, ahogy kell. És ez nem csak azt jelenti, hogy a zsidó, hogy nem volt ugye halachikusan, vagy megfelelően, hanem volt olyan eset, amikor ha valaki ilyen túlságosan, tetszése szerint túlságosan haszid volt, akkor már kézbe vette őt. Mindenképpen hál' Istennek, hogy engem nem zavart, hiába látta, hogy én teljesen haszid vagyok. Mindenképpen egyszer leült mellettem, épp elül hónapban is ezt akartam mesélni, ez a Palák, azt hiszem az volt a neve Palák Ábrahám, Reb Ábrahám Palák, és azt mondja nekem, figyelj, hát a haszidok nem tudják igazán, mi az a elül. Az elül az olyan félelmetes hónap, hogy az volt a szokás, hogy elül hónapban nem házasodnak, még esküvőt se szerveznek elül hónapban. Haszidok pedig minden további nélkül szerveznek, és az volt a szokás, hogy ilyenkor, ha valaki a fiúk közül mégis szervez az esküvőt elül hónapban, ebben a hónapban, akkor a fiúk, a jesiva fiúk nem is vesznek részt az esküvőn. És akkor itt sajnáltad, a haszid fiúk nem annyira ismerik az elül. Valójában az elül ez egy nagyon különleges hónap haszidoknál is, csak az esküvő az nem ellenmondás ennek, sőt, felkészülünk, ahogy kell, Isten szolgálatra. Ennek egy része az, hogy ha tudunk zsidó esküvőt kötni, és még egy micva teljesíteni, akkor azt csinálunk, és nem válogatunk, melyik az a micva, ami tetszik nekik, és melyik az a micva, ami valami miatt úgy döntünk, hogy ez nem elég komoly. Az zsidó esküvő, és a zsidó házasság, és a zsidó házas élet, ez nagyon-nagyon komolynak számít. Ez az egyik dolog az elülről. A másik dolog az elülről, haszidit, talán nem haszidnál, igen, ez volt Magyarországon elterjedt szokás, hogy amikor az új holdat kihirdettek elül hónapra, akkor már eleve ilyen nagy ünnepi dallammal mondtak rá, és én emlékszem, ezt hallottam többször a pápai rabinál, Rajs hajdes elul, yeah.
Bejaj már is, ajni, bejaj már sejni. És a teljesen is ez már elindította az elül hangulatot, hogy amikor hirdettek az elül hónapot. Az előző Lubavitch elemben az olyan kifejezést használt, azt mondta régen Lubavitchban, azt mondja, ha elül hónapot, akkor a halak a tóban, ők is féltek már, mert elül van. A dolog lényege az nem az, hogy szóval mit jelent félni? A dolog az, hogy az ember tényleg valójában a lelkébe mélyen nyúljon, és szedje magát össze, hogy tényleg azt csinálni, olyan életet élni, amit az Isten elvár tőlünk, és haszid módra ez azt jelenti lelkesen, örülünk ennek, és ez az igazi elő. Egy történetet olvastam, ez pedig Ukrajnában. Ukrajnában nagyon sok ilyen volt a csernobili rebbék, ugye a csernobili haszid dinasztia, az egy nagyon régi haszid dinasztia, és nagyon el volt terjedve Ukrajnában, és akkor volt az egyik egy nagyon jó ismerősöm itt Lubavitchban, akik ők ilyen csernobili származású, a csernobili egyik ág az a Szkver ág, és akkor az ő nagyapja a szkveri haszid volt. És jó módú volt, épített egy gyönyörű, szép nagy vilát, és erre megkérte a rebét, hogy jöjjön felrakni a mezuzát. Az egy nagy, ugye a zsidó ház ajtóján kellett legyen mezuza, nem csak a bejárati ajtóján, nem csak a nappalin, hanem minden ajtó kivéve a WC és a fürdőszoba ajtóján. És erre megkérte a rebet, hogy a rebe jöjjön felrakni a mezuzát az ő lakás, és a rebe mondta neki, igen, majd, most nem tudok majd. Erre 2 évig várt, ameddig a rebe nem jött. Ameddig a rebe nem jött felrakni a mezuzát. Erre nem költözött be a házban. Addig, ameddig a rebe nem jött, 2 évig állt készen a ház, és ő nem ott lakott, mert megvárta, de a rebe rakjon fel a mezuzát, mert olyan házban lakni, hogy zsidó, ahol nincs mezuza, az szó se lehet róla, és erre inkább 2 évig nem költözött be a házba. Erre úgy szól a történet, hogy később, gondolom, ha jól emlékszem, akkor első világháború kapcsán, azon a környéken több volt a pogrom, erre mindig, amikor pogrom volt a városban, mindenki eljött ebben a világban, ott gyülekeztek, és ott bujkáltak, mert meg voltak győződve, hogy mivel a Szkvere Rebe itt ebben a házban ő rakta fel a mezuzát, a mezuzának a lényege ugye az egy őr, rosszul mondtam, a mezuzának a lényege teljesíteni az isteni parancsolat. De a mezuzának az egyik dolga az, hogy ez egy őr. Ugye ezért van rajta egy sin, mert sin azt jelenti, hogy csajmer, ez egy őr. És mivel a Szkverre Rebe felraktak, a biztos ez a legjobb őr a városban, és erre mindig a zsidók oda szoktak jönni, és túléltek. Egy másik történet még maradtam adós, ugye múlt héten több olyan haszid történetet mondtam, ami a Baal Shem Tovot kapcsolódik, ugye a Baal Shem Tov az, aki alapította a haszidizmus, és erre van még egy történet, egy rövid kis történet, amit az illető, aki leírja ezt a történetet, azt mondja, hogy ő hallotta ezt Reb Avraham Dubrovskitól, aki hallotta Reb Jákob Fischeltől, Padvarankából, aki ismert, azt jelenti lényegében az illetőke leírta, hallotta valakitől, aki ismert, hallotta valakitől, aki ismert, aki hallott valakitől, azt lényegében ő a harmadik ember ennek a történetben,
aki leírta a történetet, az Rabbi Refaela Cohen, ő hallotta Dubrovskitól, aki hallotta Rabbi Yaakov Fischeltől. Ez Rabbi Yaakov Fischel ismert egy zsidót, aki 114 éves volt. Képzelünk el, a régi időkben 114 éves volt. És még teljesen, nem csak, hogy nagyjából egészséges volt, hogy erős volt, kimondatlan erős, annyira azt mondja, építettek új zsinagógát azon a helyen, és gerendákat kellett cipelni, azt mondja, amit más két ember együtt tett, ő egyedül tett, és sokkal egyszerűbben cipelte. Szóval kimondatlan, nagyon-nagyon erős volt, és ez 114 éves volt. Erre megkérdezték tőle, hogy biztos, ez nem egy mindennapi dolog, beszélünk itt mondjuk 100 évvel ezelőtt, és hogy lehet, hogy 100 vagy több, szóval nem voltak ilyen orvosi csodák, még ma is a 114 éves, az rengeteg. Akkor honnan van ez a hosszú élet? Ki? Erre azt mondta, képzel el, azt mondja, hogy én gyerekkoromban több más gyerekkel együtt elmentünk a Baal Shem Tovhoz. Várjál, most tisztázunk ezt a történetet. Elmentünk a Baal Shem Tov. Baal Shem Tov megholt 1760-ban. 1760-ban, szóval ez elég régen, 1700-250 évvel ezelőtt. Szerintem akar a történet, nem 100 évvel ezelőtt volt, hanem több. 150-180 évvel ezelőtt. No, azt mondjuk, én gyerek voltam, mert pár más gyerekkel együtt oda mentünk a Baal Shem Tovhoz. És a Baal Shem Tov imádkozott, ilyen előimádkozott, és ott volt az ima könyve, ott a nyitva, és egyszer a Baal Shem Tov elment a helyéről valami miatt. Erre ez a gyerek, nem tudom miért, oda ment az imakönyved, és egy pár lapot lapozott. Nem tudom miért, ez így csinált. Visszajött a Baal Shem Tov, azt körülnézi, látta, hupa, az imakönyve nem azon a helyen áll, ahol volt, valaki lapozott. És erre visszafordult, azt mondta, hogy ki nyúlt itt az imakönyvemhez. Erre a gyerekek rámutatták neki. Most, ugye, lehetett volna rá kiabálni, de Baal Shem Tov, ahelyett rá kiabálni, ilyen használja, ilyen kifejezés, hosszú életed legyen, de ha én jól értem, akkor a Baal Shem Tov nem örült annak, hogy valaki lapozott az imakönyvében, de egy gyerekre nem akart kiabálni, szóval, áj, te, legyen neked hosszú életed. És tényleg Baal Shem Tov kimondta a szájából, legyen neked hosszú életed, az is lett, hosszú életű lett. Ezt mondja, ezért vagyok én 114 éves, és nézd csak meg, hogy teljes erőben vagyok. És mondja, és a szép ebben, hogy a Baal Shem Tov itt nem valójában áldásként mondta, ez egy ilyen kifejezés, gyere csak te, olyan jó gyerek, legyen hosszú életed. Lényegében, én úgy értelmezem, legyen hosszú életed, te csirkefogó. Hosszú élet legyen, ez is lett. Másik történet a sorozatban, ez az utolsó történet, vagy majdnem az utolsó történet, a Baal Shem Tovról, ugye a Baal Shem Tov neve egyébként volt a neve Rabbi Yisrael, apja neve Eliezer. Szóval Rabbi Yisraelben Eliezer. És történt, hogy valahol volt egy zsidó család, akinek ott van, megszületett egy lány, de a lány sajnos nem tudott járni, hanem egyáltalán nem tudott mozdulni. Élt, de egyáltalán nem tudott mozdulni, egész nap csak feküdt,
és mindenféle orvosokhoz vitték, senki nem jött rá, senki nem jött rá, hol a probléma, nem tudtak neki segíteni. Aztán nagyon elterjedt a Baal Shem Tovnak a híre, hogy ő egy csodarabbi, és erre mind csodarabbi, és akkor betegek jöhetnek hozzá, és megáldja őket. Erre mondtak emberek ennek a kislánynak, az apjának, menj el a Baal Shem Tovhoz, kérj el áldást tőle. Ő azt mondta, én nem hiszem, hogy a mi nemzedékünkben, mondja 250 évvel ezelőtt, a mi nemzedékünkben lenne egy ilyen csodarabbi, aki tényleg nagy csodákat képes tenni. Ő nem megy. Elmúlt még idő, és még mindig reménytelen a helyzet, és erre megint különböző barátok megint felhoztak neki az ötlet, menj el te már a Baal Shem Tovhoz, menj el a Baal Shem Tovhoz. Jó, a vége már olyan nagy volt a nyomás, hogy eldöntötte, hogy jó, nincs mit veszíteni. Utazik a Baal Shem Tovhoz, és úgy döntött, hogy visz magával egy kis zacskó pénzzel, és ezt oda fogja adni a Baal Shem Tovnak. Jó, eljön a lovaskocsit bérelt, a lánya feküdt ott a kocsin, megérkeztek, kint maradt a kocsi, az illető bemegy a Baal Shem Tovhoz, és azt mondja a Baal Shem Tovhoz, Rebe, azt hallottam, hogy csodarabbi vagy, és te képes vagy meggyógyítani beteget. Kint itt van egy zacskó pénz, kérem, ez a tiéd, kérem, gyógyíts meg a lányomat, aki egyáltalán nem tud mozdítani a testét, a testrészének semmelyik részét. Kint fekszik a kocsin. Azt mondja, ez nyár volt, a Baal Shem Tov épp akkor az ablak mellett ült, amikor hallotta, amit az illető mondott, megfogta a pénzt, azt mondja neki, figyeld, menj el te innen, nem vagyok én kíváncsi a te pénzedre, megfogta a pénzed, az egész zacskot, és pup, kidobta az ablakból. És mi történt? Kidobta az ablakból, egy kis zacskó volt, megnyílt, és a pénz szétszorodott itt kint a Baal Shem Tov ablakon kívül. A lány hallotta, hogy pénz szétszorodott kint, erre fogta magát gyorsan, és kezdett összeszedni a pénz, ez nagy összeg pénz volt. Apja kijön a Baal Shem Tov ház, ugye az ajtón keresztül jött ki, nem látod, mi történik. Azt látja, hogy a lánya, aki eddig még mozdulni se tudott, ott járkál és összeszedi a pénzt. Erre azt mondja neki, gyorsan, menj el fel a kocsira, tűnjünk el innen, mert ha nem, akkor a végén még a Baal Shem Tov azt fogja mondani, hogy ez az ő csodája. Gyorsan, tűnjünk el innen, hogy nehogy a Baal Shem Tov azt mondja, hogy ő gyógyította meg téged. Szóval a szemével láttad, mi történt, és erre már is azt, ez egy nagy véletlen. Ugye erre szoktak mondani, hogy valaki a nagy városban, egy nagyon fontos tárgyalásra, Izraelben, Tel Avivban, egy nagyon fontos tárgyalásra jön, mondjuk délután 2-re, és már 1 óra 59 perc van, már egy negyed órája körözik, és nem talál parkolót. A vége már 2 óra, 1 perce, azt mondja, Isten, ha én most lesz nekem helyen parkolni, és időben tudok jönni erre a fontos tárgyalásra, figyel, én magamra veszem, hogy filint fogok én rakni minden nap, és szombatot fogok tartani, és kósert fogok enni, minden, csak ahogy befejezi ezt, egyszer csak a szeme előtt, valaki kimegy
elutazik, és ő beparaszol, de jó, hogy ilyen, hogy most találtam ezt a helyet, így nem is kell teljesítenem az összes dolog, mert tehát ez rögtön, ez természetesen jött, és nem ugye az Isten. Azt jelenti, hogy az ember látja a csodát, és rögtön azt mondja, ez csak egy természet. Erre azt szoktak a haszid mesterek mondani, hogy ugye arra a kérdés, hogy hua, miért nincs ma olyan csodák, mint ami régen volt, miért nem, azt mondja, kimondtad, nincsenek. Lehetett vannak, csak az ember hajlamos mindenféleket úgy magyarázni, hogy egyébként magyarázatot adni, hogy miért természetes, és utána keresi a csodákat. A eszembe jut az, amit egyszer 15-16 éves lehettem, pontosabban anyukám unokatestvérénél voltunk Sábeszre, egy másik negyedben, mi Williamsburgban laktunk, Brooklynban, erre Brooklynban egy másik zsidó negyed, akkor sokkal nagyobb volt a Baroparki zsidó negy, ott voltunk Sábeszre, ő Marmaros szigetből származik, és erre nagyon sok érdekes történetet mesélt, és erre mesélt, amikor a későbbi Kloisenburgi rebbe, Kloisenburg az Kolozsvár, csak így is ül, a német nevetet használunk, Kloisenburg. A Kloisenburgi rebbe házasodott a Marmaros szigeti rabinak a nejelet, ugye a lányát vett el feleségül, és akkor mesélt róla, hogy ő éjjel-nappal tanult, valami hihetetlen volt, hogy milyen szorgalmasan tanult, és erre egyik történet úgy szólt, hogy egyszer késő este tanul, és valahogy ott a Talmudot tanult, és ott van a Toszafot, egy nem hosszú bekezdés, nem értette. Erre ő a Marmaros szigeti rabinak a apusa hazában, a hátsó részében élt, erre fogta magát, bement a házban, bekapogott az apóshoz, és azt mondja, szeretnék megbeszélni a Toszafotot. Jó, az illető lejön, és kezdenek tanulni, és tényleg vannak a nehézségek. Jó, nem oldotta meg a problémát, egyszer csak azt mondja az após, a rabbi, a vejének. Jó, értem, de miért kellett ébreszteni engem itt ilyen későn este, éppen lefeküdtem, azt mondja, az após még nem érti ezt a Toszafot, és megy aludni. Hogy lehet menni aludni, hogy az ember nem érti a Toszafotot? Most nem cinikusan mondta, ez neki teljesen természetes volt. Mindenképpen ennek a Kloisenburgi rebbének azt kérdezte egyszer, hogy miért nincsenek ma olyan csodák, mint ami voltak régen a híres haszid mestereknek, olyan csodákat tudtak, mentek orvos, az orvos azt mondta, ilyen is ilyen betegség van, ezt csak azt mondtak, legyen egészség, visszament az orvoshoz, és nyoma nincs a betegségnek. Azt mondja, miért ma kevésebb van ezekből? Erre azt mondja a Kloisenburgi rebbe, óriási a különbség. Azt mondja, ma úgy jön valaki, ugye megy orvoshoz, akkor az orvos röntgent készít, CT-t, MR-t, ahol lényegében dokumentálva van a helyzet, hogy ilyen és ilyen betegség vannak.
azt jelenti, a Rebbe azt fogja mondani, nincs, de hát ez dokumentálva van. Sokkal nehezebb, mint régen az orvosnak nem volt ez lefényképezve, hanem az orvos megállapította. Hát nincs lefényképezve, azt lehet mondani, rosszul értelmezte, és nincs. Azt mondta, ezek régen könnyebb volt eltörölni egy ilyen betegség, mint ma, mert ma bizonyos szempontból sokkal magasabb, sokkal inkább természet fölötti szintű, többszörös természet fölötti, mikor dokumentálva van, fénykép van róla, és egyszer azt mondja a Rebbe, az nincs, tűnjen el, és nincs. És ezért azt mondja, hogy ma nehéz. Ez nem jelenti az, hogy ma vannak olyan, nincsenek olyan, nem hallottunk olyan történeteket a Psáj ellenél, a Bodra keresztúri rabbi, vagy másoknál, akik, vagy később a második világháború után, akik ilyen betegségek teljesen eltűntek, de azt mondta a Kloizmoger Rebbe, hogy ez sokkal-sokkal nehezebb így, mert dokumentálva van. No, de ez ami biztos, hogy ilyenkor mindig lehet imádkozni Istenhez, dokumentálva nincs, dokumentálva az Istennek semmi akadály nincs, és minden el tud tűnni. No, hogy mondtam előbb, hogy sajnos ma nem tudok sokáig tartani, akkor most rövidebb lesz az óra, és megígérem, hogy jövő héten, hogy sok komoly történettel fogok itt előállni, most pedig akkor az új szokásunkat hívem, mert tavaly is csináltunk, akkor fejezzük be az órát a sófárral, hogy tudni kell, hogy az igazi sófár az, ami reggel történik a zsinagógában, élőben. Most ez inkább szimbolikus. Köszönöm szépen, majd akkor holnap pedig lesz a kérdezd a rabbit, jöjjetek vissza sok-sok-sok jó kérdéssel, igyekszem rájuk válaszolni, csütörtökön pedig egy kabbalisztikus gondolat a heti szakaszhoz. Köszönöm a figyelmet, és jó éjszakát kívánok mindenkinek, sziasztok!